Köszöntöm az életreceptek nézőit, mai vendégem dr. Osváth Péter sportorvos, és elárulom önöknek, hogy mi Péterrel hát nagyon régen ismerjük egymást, ugye volt egyszer egy olyan könyvem, hogy Sztár Diéta, és akkor abban, annak apropóján találkoztunk, és csináltam veled beszélgetést. És te nem tudod, de két nagyon fontos, sok mindent tanultam tőled, de két nagyon fontos dolgot, hogy az egyik, és én gyalogolni szeretek, és azt mondtad, hogy olyan mozgásformát válasszunk, amiben örömünket lejjük, én ezt azóta is terjesztem. A másik fontos, talán még ennél is fontosabb dolog, amit tőled tanultam, egy előadáson kedvesen kiigazítottál, mikor azt mondtam, hogy jó, hát akkor az alváson lehet spórolni, és akkor szinte beleszóltál, nem Judit, az alvás az egy nagyon fontos dolog, és aztán ugye megbeszéltük. No, hát én elmondtam, miért is gondoltam arra, hogy meghívlak ebbe a műsorba a vendégnek. A mozgás az életelemed, ezt is tanítod sportorvosként, hogy a mozgás az mire való. Tényleg nagyon egyszerűen kérdezem, hogy miért van szükségünk testmozgásra? Mikor olyan jó leülni a tévé elé, vagy egy könyvvel, vagy kiülni a természetből, de hát a mozgás az egy nagyon-nagyon fontos része az embernek. Hát ezt a mondást gondolom, hogy nagyon sok néző ismeri, hogy ami él, mozog. Tehát a mozgás olyan életjelenség, ami nélkül élő szervezeti működést nem tudunk elképzelni, tehát nem csak egyszerűen jól eső tevékenységnek kellene lenni a mozgásnak, hanem egyszer lételemünk. És ha ez nem történik meg, akkor az összes többi szervi funkció a mozgatórendszeren túl mind kárát fogja látni. Tehát egyszerűen nem tehetjük meg, hogyha egy kicsit is igényesek vagyunk a saját egészségünkkel kapcsolatosan és az életminőségünkkel kapcsolatban, nem tehetjük meg, hogy kiiktatjuk a mozgást az életünkben, pusztán csak azért, mert a technika ezt lehetővé teszi. Mozgó lépcső, autó, villamos, stb. Tehát egyszerűen egy kicsit a gondolkodó ember belátja, hogy a mozgás nélkül nincs élet. Éppen előtted egy dietetikus volt a vendégem, és ő is egy nagyon érdekes dolgot mondott el, kicsit szomorú is, hogy mondjuk egy fitness terem egy emeleten van, két oldalt mozgó lépcső, középen lépcső, és mindenki a mozgó lépcsőn megy fel még a fitness terembe is. Miért lustulunk így el? A technikára fogható ez ennyire, hogy mert minden... Szerintem igen, egyszerűen, ha lehetőségünk van arra, hogy kikerüljük a fáradtságos mozgást, akkor ezt az emberek zöme megteszi. Ha van mozgó lépcső, arra fog felállni, még akkor is, ha egyébként 20 éves egészséges, jó formában lévő ember. Ha a lehetőség adott, élnek vele az emberek, sajnos. Egyszer olvastam, hogy Angliában csináltak egy, hát nem tudom, hogy kutatás vagy felmérés, hogy 100 év alatt a házi asszonyok derékbősége, hát most nem tudom a pontos számot, de mondjuk 8-10 centivel bővült, mert hogy mosógép van, gáztűz vagy villanytűzhely van, hogy porszívó van, tehát hogy a technikától kényelmesebben élünk ilyen értelemben is, tehát, és most nem sírom vissza, hogy mosóteknő, és nem tudom, kútról, mint gyerekkoromban hordtam a vizet. Mi történik a szervezetünkben, amikor nem tudom, egy jót gyalogolok? Tehát mi az, ami jót tesz most a fizikai állapotomnak? Na, amikor mozgunk, ugye nem csak az mozgató szervrendszer aktív, tehát az izomzat, ízületi rendszer, hanem gyakorlatilag az izom működést kiszolgáló összes szervrendszer működése egy magasabb szinten tevékenykedik, így a keringés, a légzés, hiszen az izomhoz oxigént kell szállítani, oda kell szállítani az energiaszolgáltató tápanyagokat. Tehát ezeknek a rendszereknek a működése mozgás során egy magasabb fokozatba kapcsol. És ez szükséges ahhoz, hogy jó állapotban lehessenek. Azt szoktam mondani, hogy ha egy rendszert megfelelő szinten működtetünk, akkor az fönntartja a jó állapotát, a jó szervi funkciót. Ha nem működtetünk, akkor sorvad, a szószoros értelmében, sorvad, leépül, hiszen nincs rá szükség. És ha túl működtetjük, mert szerintem biztos erre is sor kerül, tehát túlzásba visszük a működtetést, akkor pedig destruálódik, tönkre megy, hát a túlhasználattól. Tehát ezért kell mindig a megfelelő intenzitású, a megfelelő formájú, de rendszeres mozgást alkalmazni, mert akkor a mozgatórendszer, a légzőrendszer, a keringés
érzékelési rendszer, az idegrendszerünk, és gyakorlatilag sorolhatom az összes többi szervrendszert, egy jó állapotban tudja megőrizni a funkcióját. Például az agyműködésem tényleg jobb lesz mondjuk egy 5 kilométeres jó tempós gyaloglás után? Egyértelműen igen, meg talán elég közismert tény, hogy vannak olyan hormonok, amelyek a fizikai munkavégzés során termelődnek, és ez egy jó közérzetet okoz. Kifejezetten az agyi idegsejtek számára jelentenek ezek a hormonok stimulációt, és ez egy jobb állapotot, jobb közérzetet jelent majd a rendszeresen sportolók számára. Ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, hogy az, akik nem sportolnak, tehát tunya életet élnek, azok számára a sport, a mozgás, a fizikai munkavégzés fáradtságos és kellemetlen. Tehát ezt szépen, lassan, fokozatosan kell megszokni, hiszen az, ami nekünk, neked és nekem is, akik rendszeresen mozgunk, kellemes, jó közérzetet jelent, az egy elhízott, inaktív ember számára fáradtság, nehézség, kellemetlenség. Nem szabad beleugrani, és csak a szlogenek alapján elvárni, hogy ő majd élvezni fogja a mozgást. Nem fogja élvezni. Majd 3-5-6 hónap múlva fogja igazán igényét érezni a mozgásra. Nyilván az én célom és szándékom az, hogy aki minket hallgat, biztos, hogy sokan vannak közöttük olyanok, akik ugyanúgy rendszeresen mozognak, mint te, vagy a magam módján én, hiszen te futsz, meg férfi emberként láthatóan jó kondiban vagy, én meg a gyaloglásra esküszöm, ugye a korosztályomnak szoktam ezt ajánlani, de biztos van olyan, aki most minket hallgat, főleg téged, és azt mondja, hogy hát azért csak megpróbálnám beiktatni az életembe a mozgást. Most az a kérdés, hogy valaki, aki túlsúllyal is küzd, lusta is, hogy kezdjen hozzá? Első ötletem az lenne, hogy társaságban. Tehát ne egyedül próbálkozzon, mert ha eddig nem mozgott, valószínűleg a mozgás nem fog jól esni neki. Ha egyedül van, izoláltan, elmagányosodva, nem biztos, hogy rákap ennek az ízére. Szerintem párban, valamilyen társal, úgymond edzőtárssal kellene megkezdeni. Mindenképpen, ahogy szakmailag mondani szoktam, alulterheléssel kell kezdeni az edzéseket. Tehát nem szabad elvárni, hogy az első 6-8-10 edzés már valamiféle fejlesztő értékkel bírjon, és valami csodát várjunk 2-3 edzés után. Szerintem sokkal inkább alulterheléssel kell kezdeni, ami azt jelenti, hogy nem szabad az első edzéseken elfáradnunk. Először csak rá kell érezni a mozgásnak az ízére, érezzük magunkat jól, a jó közérzet határain belül, és semmiképpen nem minden nap kezdjük. Tehát ez heti 2-3 alkalom alulterheléssel, jó közérzet alapján, vagy keretein belül, társal végezve indítsuk el a programot. Nekem ez az alap hozzáállásom. Egyébként normál esetben mennyi a heti minimum mozgás? Tehát mennyi az, amit minimálisan, de tegyünk meg az egészségünkért? Hát ez életkor függő, egészségi állapot függő. Hát akkor mondjuk vegyünk egy középkorút, meg vegyünk egy idősödőt. Jó, egy középkorú edzetlen ember, aki eddig mondjuk nem mozgott, akkor így első nekifutásra én azt gondolnám, hogy heti 3-szor fél órás időkeretben kezdje, aztán ezt föl kéne vinni egy heti 4-szer 1 órás időtartamúra. Uh-huh. Ha ezt megcsinálja, és egy megfelelő intenzitással, akkor szerintem ez egy középkorú ember számára kellő ingert jelent az egészség megőrzés számára. Idősebbeknél lehetne ezeket edzés periódusokat rövidíteni, tehát én azt gondolom, hogy egy 30-40 percet meghaladó programot 70-75 éves kor fölött nem feltétlenül ajánlanék, és ezt is a heti 3 alkalmat javasolnám. Az edzés szót használod, ugye? Igen. Na most akkor itt egy kicsit árnyaljuk ezt, hogy ijesztőnek hangzik, hogy valami... Igen, mert akkor rögtön azt képzeltem el, hogy súlyzókkal kéne, meg szobabiciklin, meg hasizom gyakorlat, holott ugye ezt ebben a műsorban, meg már egyéb helyeken is, tehát én a gyaloglásnak vagyok nagy szószólója. Tehát akkor az én napi rendszerességű gyaloglásom az felér egy
ideális testmozgásnak, vagy emellé például még ajánlanál mást is? Hogy nevezzük edzésnek, vagy nem, vagy mozgásprogramnak, az szerintem mindegy, mert attól függ, kihez beszélünk. Van, akinek az lesz a vonzó, hogy ő edz, és akkor valamiféle kiemelkedő személyiség élményt nyújtunk a számára. Van, aki azt mondja, az edzés az fiataloknak, sportolóknak való, tehát az ő számára túlzás. De nem hiszem, hogy az elnevezés az, ami itt igazán számít. Az edzés szót én azért használtam, mert az a célja ezeknek a mozgásprogramoknak, amiről az előbb beszéltem, hogy egy kis löketet, alkalmazkodási ingert jelentsen a szervezetnek, azt pedig hivatalosan edzésnek nevezhetjük. A te általad említett mozgásprogram szerintem bőven tekinthető edzésnek, és azt hiszem, hogy az kellő inger a számodra, hogy jó karban és jó egészségben tartsd magad. A beszélgetésünk elején elárultam a nézőknek, hogy az egyik fontos ilyen jó információ, vagy pozitív információ volt, hogy olyan mozgásformát válasszunk, amiben örömünket leljük. Tehát, ha valaki a vizet szereti, akkor menjen úszni. Így van. Ha valaki biciklizni, akkor menjen biciklizni. Ha valaki gyalogolni, menjen gyalogolni. Az edzőteremtől én például megijednék. Lehet, hogy ez megint személyiség kérdés, hogy ki milyen helyszínen szeret edzeni. Az előbb általad említett kerékpározás, úszás, vagy akár gyaloglás, ezek mind tökéletesek. Kérdés az, hogy melyiket szereti az adott ember. Hiába mondom neki, hogy 70 éves, ízületeket kevéssé tervelő úszás nagyszerű lenne az ön számára, azt nem tudok úszni. Vagy ha tudok is, nem szeretem a vizes közeget, akkor ezt nem szabad erőltetni. Van, aki azért nem kerékpározik, mert veszélyesnek ítéli meg, fél tőle. Tud kerékpározni, de fél, hogy elesik, vagy ütközik, akkor ezeket sem lehet, és nem is szabad erőltetnünk a számára. Tehát ezért mondom azt, hogy ki kell választani azt, hogy mihez van kedvem, mihez van társam, milyen mozgásformára találok edzőpartnert, és ha ez megvan, akkor szépen lassan bele lehet kezdeni. Amikor arról beszélünk, hogy örömforrás legyen a mozgás, akkor eszembe villant, hogy hát tulajdonképpen nagyon sokan kezdtek el táncolni, és ez aztán tényleg nem korfüggő, hogy a tánc az jó mozgásforma szerinted? Most így az edzettség az egészségi állapot szempontjából. Nagyon-nagyon jó, és nagyon jó ötlet, hiszen pont azt húzza alá, amit eddig is emlegettünk, hogy társaságban történik, még általában férfi-nő viszonylatban történik, táncolni szeretnek az emberek, hiszen aki táncolni megy nyilván, tehát élvezetes lesz a számára, és mozgás szinten is. Azt hiszem, hogy megfelelő. Nyilvánvalóan nagyon sokféle táncműfaj van, fiatalabbak dinamikusabb mozgásokkal, idősebbek inkább finomabb, lesimítottabb mozgásokkal, de mozgásként is nagyon is megállja a helyét. Jó ötlet. A múltkor írt nekem valaki, hogy most költözött új helyre, van egy Facebook csoportom, Gyalogolj Endrei Judittal, és ott sokkal egyre többen vagyunk, és hogy ő egyedül nem indul el. És akkor hát azt javasoltam neki, hogy keressen magának valakit, és aztán örömmel írta is, hogy végül is valami szomszédasszonnyal összebarátkozott. Ugye most nem az időseknek készül ez a műsor, de hát én koromnál fogva mégis őket képviselem, hogy azért a mi korosztályunknak hihetetlenül fontos az, hogy közösségben, társaságban legyünk, és ne otthon a négy fal között legyünk. A magyarok ugye köztudottan a világ élvonalába tartozunk az elhízással, túlsúllyal, mondhatnám egészségtelen életmóddal, és ez valahol gyerekkorban dől el, lehet ezt mondani, hogy gyerekkorban, tehát, és a mai gyerekeket szerintem egyre nehezebb mozgásra bírni. Nem tudom, ezt te hogy látod. Hát igen, hogyha gyermekkorban, fiatalkorban nem integrálódik, hogy ilyen idegen kifejezést használjak, tehát nem illeszkedik az életvitelbe a mozgás, akkor sokkal nehezebb felnőtt korban racionális gondolatok alapján elkezdeni ezt. Tehát az a jó, hogyha már a családi mintában is benne van a rendszeres mozgás.
Tehát bizony sokkal nehezebb helyzetben vannak azok, akik ilyen tunya elhízott családban nevelkednek. Valahogy ez a minta. Tehát ez egészen biztos. Ugyanakkor az elhízottságnak azért nagyon jelentős örökletes háttere is van. Tehát van olyan fajta elhízás, ami ellen nagyon nehéz még diétával és vele párhuzamosan végzett mozgásprogrammal is küzdeni. Tehát azért vannak pehesebb alkatú emberek, akik ezzel sajnos nagyon... Most egy érdekeset mondtál, mert nem mentjük fel ezzel némely nézőnket, aki túlsúlyos, és akkor azt mondja, ó, hát persze, azért vagyok kövér, mert én ezt örököltem az apukámtól, anyukámtól. Ez hogy derül ki egyébként, hát, hogy valaki... örökletesen. Aki mentséget keres, úgyis fog találni, tehát maradjunk annyiban. Most lehet, hogy nem kellett volna ezt elmondani, nem hogy baj, van némi baj, örökletes vonás. Igen. Ki lehet vizsgálni, hogy valaki... Hát családfa analízissel meg lehet közelíteni a kérdést, hogy a családban milyen elhízottsági szintű rokonok voltak, vérszerinti rokonok voltak, milyen életvitelt folytattak, milyen táplálkozási rendet követtek, mert azért ezt a örökletességet így ki kell zárnunk, hogy itt valamiféle életviteli okból volt elhízott a család, akár a korábbi generációk során is. Táplálkozáshoz értő dietetikusok azért ezt meg tudják határozni, meg tudják állapítani. Ha valaki mondjuk az úszást választja, vagy a biciklizést, vagy a gyaloglást, akkor az önmagában elég is, hogy én mondjuk 5 kilométert tempósan legyalogolok, tehát ott már nincs szükség egyéb, nem tudom, nyújtás, vagy bármi testedzésre? Hát ha valaki csak fut, vagy csak úszik, az is gratulálok. Nagyon-nagyon jól teszi. De valóban érdemes egy kicsit a mozgásformákat variálni, és sokoldalúbbá tenni, hiszen mondjuk a futómozgás, ami egy úgynevezett ciklikus mozgás, meglehetősen szűk ízületi mozgás terjedelemben zajlik. Ha csak futunk, akkor nagyon jót teszünk a keringési rendszernek, az idegrendszerünknek, a légzésünknek, az izomzatunknak is, de mondjuk az ízületi mozgás terjedelmet nem nagyon tudjuk általa fejleszteni, az izomzat a nyújthatóságát, hát nem igazán tudjuk javítani, fejleszteni, tehát érdemes ezeket az úgynevezett állóképességi ciklikus mozgásokat kiegészíteni minimum nyújtógyakorlatokkal, gimnasztika jellegű nyújtógyakorlatokkal, de ha valaki még az izomzatát is szeretné tónusosabbnak, fiatalosabbnak látni, nehogy Isten kicsit növelni és vastagítani, akkor bizony inkább az erősítő jellegű mozgásokkal kell majd kombinálnia az előbb említett ilyen állóképességi jellegű mozgásait. Eszembe jutott egy olyan élmény, egyszer valahol vidéki előadáson voltunk, talán még a Korhatártalanul klub keretében, és ott az első sorban ült egy tornatanár bácsi, nyugodtan mondhatom, hogy bácsi, mert elárulta, hogy 80-on túl van, és ő például a súlyzó gyakorlatokat preferálta, és 80 akárhány évesen is. Tehát az fontos még, hogy súlyzóval is dolgozzon mondjuk egy idősödő ember? Hát amennyiben a mozgatószervrendszer állapota lehetővé teszi, mert azért valljuk meg őszintén, hogy 65-70-75 éves kor fölött azért 65-70-70 éve használjuk az izületeinket, és az bizony nem múlik el nyomtalanul. Tehát általában a mozgató szervrendszer ilyen időskorban nem feltétlenül van nagyon jó állapotban. Most a súlyzós edzések azok azért nagy terhelést hárítanak az izületekre, az izületi porc felszínekre, tehát egy kicsit azért ezzel óvatosabban bánnék. Ha olyan állapotban van egy idősebb ember, akkor nem tilos természetesen a súlyzós edzés sem, ugyanakkor én mindenképpen a kis ellenállások, a kisebb súlyzók használatát javasolnám, tehát nem kell ilyen egyéni csúcsokat döngetni, feszegetni ilyen életkorban, és ha már erősítés, akkor én sokkal inkább alkalmaznám a saját testsúllyal végzett gyakorlatokat, illetve a rugalmas ellenállásokkal végzetteket, tehát például kukáért a gumiszalagot, gumikötelet, mert az egy kíméletesebb terhelés, és az erőfejlesztő hatása azért ugyanúgy megvan. És akkor például ilyen gyakorlatokat, mert azért már az én korosztályom is bőven használjuk az internetet, tehát ha beírom, hogy gumiszalaggal végzett edzés, akkor találok erre. Biztos, erősítés gumiszalaggal, erősítés. Vagy erősítés rugalmas ellenállással szemben biztos, hogy ki fogja dobni
a programok sokaságát. Egy kicsit még beszéljünk a gyerekekről, hogy tudsz-e erre valamilyen tanácsot vagy ötletet adni, hogy a gyerekek, hát van olyan a szomszédunkban, tudjuk, hogy kamasz gyerekek vannak, és hetekig, hónapokig nem látni őket, hogy az udvarra kijönnének, tehát ebből azt következtetem, hogy ülnek a számítógép előtt, hogy lehet onnan, mivel lehetne kicsábítani őket? Mert ha azt mondjuk, hogy fiam, mozogj, mert öreg korodra nem fogsz tudni járni, azt hiszem, hogy erre, ez egy gyereknek nem egy ér, vagy nem egy motiváló mondat. Igen, én is kertesházas övezetben lakom, és ugyanez a tapasztalatom. Se görkorcsolya, se kerékpározó gyereket nem látok hetekig, hónapokig. Mi falun éltünk, érted? Igen. Nyargaltunk reggeltől estig a határban. Én szerintem itt a társaság lenne a kulcs. Tehát az, hogy a gyerekre a szülő rászól, hogy menjél mozogni, vagy szaladj ki a kertbe játszani, ez nem lesz hatékony. Én szerintem csak az, hogyha társaságban, saját életkoruknak megfelelő társaságban szervezzük nekik a mozgást. Szomorú, de szerveznünk kell. Tehát ilyen spontán szerveződő gyerekek sportolását én valóban nem látom, akár csak te. Tehát én szerintem szervezetten csapatban, saját korcsoportban lehet ezt megoldani. És akkor bízni abban, hogy hát, ha ráéreznek az ízére, hogy milyen jó is focizni. Hát megőrültem fiatal koromban a fociért, másért se éltem, csak hogy focizhassak, és hát ez ma nem így van. Tényleg nálunk is iskolában, édesanyám iskolaigazgató volt, az iskolában laktunk, és ott még nyáron is tele volt az udvar, mert valami labdajátékot játszottunk, tehát tényleg annyit voltunk kint, annyit mozogtunk, hogy... Visszamentünk az iskolába pincébe pingpongozni, hát délutánonként. Igen. Hát én szerintem a társaság a kulcs. Uh-huh. Azzal lehet őket összehozni. Uh-huh. És mi van azokkal, akik fiatalok munkába állnak? Most, és nem azokról beszélek, akik szeretnek mozogni, és eljárnak munkaidő után edzőterembe, de megint fiatal dolgozó korosztály, akik megint csak nem mozognak. Tehát valahogy az náluk időt... meg ugye azért nehéz, mert elkezdik a karrierépítést, és egyszerűen időhiány vannak, legalábbis a többségük. Különösen, hogyha esetleg fizikai munkavégzés a munkaterületük, akkor még kevésbé valószínű, de akkor legalább a munkakörüknek megfelelően mozognak. Tehát inkább ezek az értelmiségi munkakörökben dolgozó túlterhelt fiatalok azok, akiknél ez nagyon nehéz feladat. Itt is talán a munkahelyeknek volna egy kis felelőssége, hogy biztosítsanak lehetőséget, hogy a munkatársak mozogni, rendszeresen edzeni tudnának. Hát azért a fejlettebb cégeknél azért erre megvan a lehetőség. Még akár úgy is, hogy a munkahely környékén fenntartanak olyan sportlétesítményeket, ahova mondjuk a dolgozóik járhatnak, akár ingyenesen is. Igen, ez hát jó, ez egyre többet hallani igen, azért igen, ilyet. Igen. Tehát ez nyilván a nyugati kultúrájú. Én is találkoztam már ilyenekkel, de hát mondjuk egy, nem is tudom, egy gimnáziumi tanár, egy matematika tanár, egy fiatal, nem tudom, hogy milyen lehetőségekkel bír. A stresszoldásban milyen szerepe van a mozgásnak? Tudom, hogy ez egy költői kérdés, mert én is tudom, hogy igen, van szerepe, de szeretném, ha erről is így mondanál néhány dolgot. A sportolás, és minél dinamikusabb sportolásról beszélünk, annál jobb a stresszoldó hatása. Például én a stresszoldás a legjobb sportnak a fallabdát tartom, nagyon kemény a falat, minden energiánkat és dühünket beleadva, ugyanakkor mondjuk idősek számára ezt a sportágat nem ajánlanám. Tehát az, hogy fizikai értelemben lefárasztuk a szervezetünket, és az alatt a kemény, intenzív munkavégzés alatt egyszerűen ne tudjunk másra figyelni, csak a mozgás végrehajtására, ez a stresszoldásnak a lényege. Ezért csodálatos dolog az, hogyha valaki akár búvárkodik nyáron, vagy akár siel télen, mert ezek azok a mozgások, amiknél egyszerűen nem lehet másra gondolni, csak arra, amit csinál az ember. Nem létezik, hogy valaki megy le a lejtőn sível, és akkor azon jár az esze, hogy vajon otthon mi van a tőzsdei árfolyammal, vagy lent vagyunk a víz alatt, búvárkodunk, és a
akkor közben arra gondolunk. Vannak ilyen sportágak, amik teljesen kikapcsolnak, mert annyira oda kell figyelni a mozgásformára, tehát ez két példa volt, egy nyári, meg egy téli, a másik meg a nagy intenzitás, amit szintén említettem, minél nagyobb az intenzitás, annál kevésbé tudunk másra figyelni. Amit te csinálsz, a gyaloglás, Nordic Walking, az nagyon jó, tehát ragyogó, de el tudom képzelni, hogy sokat gondolkodsz alatta. És képzeld el, igen, tényleg így van, és némi öniróniával szoktam mondani, hogy mikor már elegem van magamból gyaloglás közben, akkor, és nem biztos, hogy ez is jó megoldás, de kabarét szoktam. Tehát humort szoktam hallgatni olykor. Úgyhogy valószínűleg itt Szentendrén néha kicsit furcsálkodva néznek rá, amikor jókat kacarászok így gyaloglás közben. És itt visszatérek megint a társra. Na, ha társra vagyunk, akkor megint csak kikapcsoljuk a magánéletünket. Legalábbis remélhetőleg. Igen, hát a húgommal szoktunk sokat gyalogolni, akár még úgy is, hogy ő elindul otthonról, én elindulok otthonról, felhívjuk egymást, és akkor megbeszéljük a világ dolgát. Érintettük már a beszélgetésben, hogy edzőterem, vagy otthoni testmozgás, vagy természetjárás. Ugye azzal kezdtük az egészet, hogy olyan mozgást válaszunk, amit szeretünk, tehát a helyszín is ezek közé tartozik. Van, aki egyszerűen labda nélkül nem tudja elképzelni a mozgást. Neki kell a labda, kell a társaság, csapatmozgás. Van, aki csak a természetben bemegy a terembe, az neki már egy zárt, izolált tér, ott már nem tud kiteljesedni. Tehát itt megint csak van, hála Istennek, választási lehetőség, és minden személyiség meg kell, hogy tudja találni a maga életterét. Mondok egy furcsát, én például hetente kétszer körülbelül futok. Hiszed, nem hiszed, én a Dunaparton lakom, és nem a Dunaparton futok, hanem a garázsomban van egy futószalag. Tényleg? Na most nevetségesen hangzik, de egyszerűen imádok futószalagon futni. Hát mit csináljak? Ha én ezt szeretem, akkor ezt csinálom. És közben azért nézel, hallgatsz valamit, vagy... Semmit. Nézek ki a kertben. De hát akkor kinyitod a garázsát. És futok nagy sebességgel, nem szöszmötölök, hanem a magam képességeihez képest nagy tempóban futok. Én például szeretem a futószalagot. Van, aki utálja, és ő ki akar menni a természetbe. Akkor csinálja azt. Ha van, aki inkább társaságban, konditeremben akar, és közben nézni a többit, hogy ő mit csinál, és azokhoz hasonulni, akkor csinálja azt. Ha valaki fölveszi az úszósapkát, szemüveget, és leszeget fejjel, rója a köröket az úszodában, mert neki ez jó, ilyet is látok a közeli úszodában nagyon sok embert, akkor csinálja azt. A lényeg az, hogy nem igaz, hogy nem találhatjuk meg saját magunknak megfelelő mozgásformát. Keresni kell, és mindenki rátalál. Hiszen el kell hinnünk, el kell fogadnunk, amit ti, orvosok, tudósok, nem egyszer, százszor elmondotok, hogy az életmódunk az a meghatározó. Tehát, és akkor nem lehet kívülre másra mutogatni, hogy azért vagyok beteg, azért nem tudok mozogni, azért kell gyógyszert szednem, hanem az egészségünk megőrzése, vagy jó állapotban tartás az elsősorban rajtunk múlik. Igen, gondolj bele, mennyi társadalmi, mennyi családi, mennyi munkahelyi problémánk van. A sport ebből kiszakít. Hát ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztanunk, hogy hetente kétszer-háromszor, fél órát, egy órát kiszakítsuk magunkat abból az élettérből, ami hát sokszor problematikus azért. Lássuk be. Hogy lehet a sportot vonzóvá tenni? Mivel lehet vonzóvá tenni? Sokszor, hogyha olyan indokokat sorolunk, hogy egészségesebb leszel, jobb lesz a közérzeted, nagyon sokszor lepattanunk az emberekről, viszont ha azt mondjuk, hogy szebb leszel, jobban fogsz kinézni, vonzóbbá válsz a társadalom többi tagja számára, na az már nagyon sokszor egy komoly hívószó. Én nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, minden esetre szerintem működik, hogyha azt mondjuk, hogy a sportolás által vékonyabbak, csinosabbak, szebbek, vonzóbbak leszünk. Én szerintem ez az esztétikai kérdés, ez elég erős. Van különbség, hogy férfiakat vagy nőket lehet ezzel jobban motiválni? Azt látom, hogy nem. Manapság eléggé egyforma, különösen a fiatalabb emberek számára az esztétikailag vonzóvá válás igénye. Aztán úgy 40 fölött már az élet nehézségei, forgatag feladatok valahogy úgy ellustítják az embereket, de én azt hiszem, hogy férfiak, nők egyaránt
szeretnének szebben, jobban kinézni, vonzóbbá válni. És mi a tapasztalatod, hogy ugye most mondtad, hogy a 40 körüliek kezdik elhagyni magukat, hogy azért középkorúan hajlandóak az emberek újra elkezdeni mozogni, lehet, hogy már nem az esztétika miatt, hanem inkább az egészségük miatt. Mi a tapasztalatod ebben? Szerintem igen. Saját környezetemben is többször tapasztaltam már ezt, hogy olyan emberek kezdtek el nagyon aktívan, rendszeresen sportolni, edzeni, akik 40 éves koruk előtt semmit sem csináltak. Ez megint csak attól függ általában, hogy milyen környezetbe tudnak bekerülni. Egy olyan társaságba kerülnek, ahol ez a mozgás, a sport, az esztétikai igény az megvan, akkor könnyen elkap a gépszíj, még olyan embert is, aki egyébként soha nem volt sportos szemléletű. Tehát van esély, társasági segítség szükséges sokszor. Te mennyit mozogsz egyébként? Ugye sportorvos vagy, és hát azt elárulhatjuk a nézőknek, hogy szép irodalmat is írsz, tehát igen, sokszor ülsz te is gép előtt, munkaasztal mellett, hogy mennyi időt szánsz a sportolásra? Munkám függvénye természetesen, de úgy átlagban azt mondanám, hogy hetente 4-szer biztosan edzek, és az körülbelül egy 45-60 perces időkeretben zajlik. Hát én is közel 60 vagyok, tehát mondjuk nem lehet 1,5-2 órákat edzeni minden nap, tehát az életkor az nagy úr, ismerjük a határainkat, de azokat feszegessük. Ez remek végszó volt. Köszönöm szépen, dr. Osváth Péter, hogy itt voltál. Köszönöm és szépen. Inspiráltál, motiváltál bennünket, mert most is elmondom, hogy nem elég, hogy tudjuk, hogy a mozgás egészséges, hanem azt tennünk is és gyakorolnunk is kell. Önöknek is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak itt a TV Szentendrén. Ezt a műsort is még többször megnézhetik, hiszen sok információ elhangzott, utána pedig jöjjenek a YouTube csatornámra, és tudják, érdemes feliratkozni, mert akkor nem maradnak le ilyen értékes, tartalmas beszélgetésekről. Viszontlátásra!